Sziasztok, kértem tőletek egy bejegyzésbe, hogy írjatok pálya kódokat, és írtatok is, és kipróbáljuk. Egyébként itt is vagyunk, az első pályán, ahol van egy ilyen forgó cucc, ami feldob. És várjatok, most nem tudom, hogyan kéne feljutnom. Na, most, oszta, hova repülök? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Meg mindig bent vagyok, vagy hát fent, és nem tudok lejutni, most emótozok meg minden, ezt hagyjuk. Itt is van a második. Ez egy kicsit bonyolultabb, nagyon bonyolult inkább. De nézzük, mire vagyunk ezen képesek. Az első akadály az nem is olyan nehéz, ott csak időzítés kérdése. Hát mondom, meg labdával megoldom, ezt írjátok meg, hogy ez csalás-e, hogy labdázok, és hogyha lesz következő rész, akkor labdázok-e vagy sem. Na de jön is a következő akadály, egy ilyen gyorsító cuccal, így előrébb megyek, ugye. Szóval több akadály is van itt. Újra felugrunk. Új több ilyen felugró cucc is van. Itt ugye van asztal, na jó. Ez nagyon bonyolultnak néz ki. Ugye labdázok, ebben nagyon sokat fogok labdázni. Nézzük. Hát azért itt, na, megküzdöttem, ez ilyen checkpoint, vagy nem tudom, azt nem ismerem. Ezt nagyon ügyesen megoldottam, az tény. Itt rugni fogok. Oh, mi ez? Átvagoltam, ezért rossz labdázni itt. Egy vágás után viszont tovább jutunk, azt hiszem, igen. És itt ezt nem tudom, hogyan kell. Ezt tényleg nem tudom, hogy labdával valahogy megoldottam. Itt felett át lehetett volna ugrani. Ez meg még nehezebb, de labdával ezt is meg lehet oldani, szóval ha van labdátok, akkor használjátok. Egészséggel, igen. Itt ugye újra labdázni kell, szerintem, mert én egy labda nélkül nem tudom annyira megoldani. Itt egyébként iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, hogy ne maradjatok le ezekről a részekről, mert lehet, hogy a ti pályátokat fogom kipróbálni, meg még lesznek nyereményjátékok, arra is fel kell készülni. Itt ugye emótozom, itt rugni fogok nagyon ügyesen, ez elég egyszerű volt. És jön a következő, na ezt nem tudom. Szóval hogy itt van egy fal, ami így elválaszt attól, hogy beérek a célba. Lobdázni szerintem felette nem lehet, viszont oldalt talán át lehet menni. Itt ugye majdnem visszalök, azóta kiestem vagy 7-szer, de nem gond, mert most itt vagyunk labdával újra, és sikerülni fog. Nem, most lejöttem, és nem. De viszont most újra, és sikerült. Jön is a következő, amire azt mondta, hogy ha kiviszem, akkor megeszi a kalapját, szóval akkor edd meg, és akkor csináljuk meg. Na nézzük, kíváncsi vagyok erre. Itt ugye a ládákon, amik mozognak egyébként, még azt hiszem most nem mozgott. Itt ugye ez ilyen nem annyira nehéz. Egyébként, hogyha ez a videó alá írtok még kódokat, akkor lehet, hogy lesz következő rész, és lehet, hogy a tiéteket ki fogom próbálni. Olyat ne küldjetek el, ami már volt. Közben egyre jobb vagyok, és oké, átmegyek. Ott még ott maradok. Gyerünk, és átmegyek. Ó, sima. Sima, aztán itt ki fogom vinni, figyeljétek. Azt a... Ez nem is olyan nehéz ahhoz képest, hogy na, ennyi volt. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. Következő videóban találkozunk. Legyen jó napotok, sziasztok!